Amit még így előjáróban el szeretnék mondani, hogy ez egy podcast mennyiségű szintű videó lett, nagyon sokat dumálok benne, tehát fogjátok a kedvenc kajáitokat, tegyétek magatok elé, kuckozzatok be, és élvezzétek ezt az utat. Szóval a Tinder. Egy a generációnk által igencsak gyakran használt, ám nagyon misztikus alkalmazás. Ez most egy k***o applikáció, vagy komoly kapcsolatokat is lehet ott találni, vagy valahol a kettő között. Életem során összesen 2 Tinder randim voltam, így számomra ez továbbra is egy óriási kérdőjel, és szimplán kíváncsi vagyok, mi zajlik a Tinderen, milyen srácokat lehet találni, mennyi idő összeszedni x mennyiségi randit, egy ilyen általában hogy szokott menni, mégis milyen fiúk vannak ott, mik a szándékai. Hova vinnének el engem? Ők kérdezik meg, hogy találkozzunk-e, vagy nekem kell bedobnom? Felajánlják-e, hogy majd fizetni fognak? Ijesztő ez az egész? Vannak-e hátsó szándékok, vagy mindenki nyíltan leírja, hogy mit szeretne? Tehát nagyon sok kérdés fogalmazódott meg bennem. Így most úgy döntöttem, hogy ennek utána megyek, és 5 egymás követő nap fogok elmenni 5 különböző Tinder randira, 5 különböző sráccal. Félreértés ne essék, nem szeretném itt senkinek az idejét rabolni, valóban olyan fiúkkal megyek el, akikkel amúgy is szívesen találkoznék. Most ebben az időszakomban vagyok, hogy szívesen ismerkedem bárkivel, szívesen találkozgatok bárkivel. Senki nem, pusztán a videó elkészítése céljából lett az áldozatom, mindegyik srácra őszintén kíváncsi voltam. Ezt az ötletet nagyjából 2 éve találtam ki, és 2-szer el is kezdtem megcsinálni, 5 különböző nap, 5 különböző Tinder randira megyek el. Ezzel meg akarom mutatni, tehát hogy én például mielőtt letöltöttem a Tindert, tartottam tőle, nem tudtam, hogy ott mi vár rám, ez milyen, és most megnézhettek engem, ahogy 5 teljesen különböző sráccal elmegyek 5 teljesen különböző randira. Ivós játék ötlet, igyatok mindig egy chatot, amikor kimondom a srác szót, garantálom, hogy matarészek lesztek a végére. És mindig elmesélem, hogy nagyjából milyen karakterű srácról van szó, milyen randit talált ki. Mindig direkt engedem a srácnak, hogy ő találja ki a randit, hogy így is lássátok, ne ugyanoda menjünk mindig, és hogy azok milyen kimenetelőek voltak. Mindegyiket valamilyen szempontból vonzónak találtam, nem arra mentem kifejezetten, hogy minél különbözőbbek legyenek, viszont tényleg elég különbözőeket sikerült eddig kinézni. Tényleg az volt a cél, hogy azért nekem is tetszenek, de azért valamennyire lássátok, hogy milyen típusú fiúk lehetnek Tinderen. De nyilván ebből semmit nem kell készpénznek venni, ez 5 élmény a 10 000-ből. Szóval tulajdonképpen ennyi, nem feltétlen keresek kapcsolatot, én lehet, hogy soha többet, de unatkozom egy kicsit, és miért ne, és fán tapasztalatgyűjtés, ha szarul sikerül, lesz egy jó sztorit, ha jól sikerül, akkor megismersz egy jó fej valakit. Most abban nem hiszek, hogy életem szerelmét most a következő 5 randiból fogom megtalálni, de nem is baj. Szóval, első számú srác, egy afroamerikai srácról van szó, aki Ugandából költözött Magyarországra. Nagyon mosolygósnak tűnik, szép a fogsora, és a képei nagy részén mosolyog, és ilyen kis cuki mosolya van, ezt tudom róla. Magasnak néz ki, és reméljük, hogy magas is, mert megmondom őszintén, hogy én ugye elég magas vagyok, ezt mindenki tudja, arra már annyira sokszor beszéltem, hogy már én is untatom magamat, de hogy elég magas vagyok, és rettegek attól, hogy elmegyek egy randira, ahol a srác alacsonyabb, mint én, de ő ezt nem tudta, és meg fog lepődni. És akkor ő nagyon rosszul fogja érezni magát, meg nem fogja elég férfinek érezni magát, és akkor ő elkezdi magát kellemetlenül érezni, emiatt én is elkezdem magam kellemetlenül érezni, és az egész csak egy ilyen kellemetlen dolog, hogy így ülünk, hogy... Oké. De nem tudom, hogy ez gáz vagy nem, de lehet, hogy rákérdezik, hogy amúgy hány centi vagy, de a képek alapján magasnak tűnik. Most írta, hogy találkozzunk 9:30-kor a Szimpla kertben. Én megértem, hogy szereti a Szimpla kertet, szerintem az ilyen turistáknak a go-to helye. Mi, mint budapestiek, annyira gyakran nem szoktunk oda járni, de én egyébként nagyon szeretem a helynek a hangulatát. Plusz pont azért, hogy alkoholos helyre akar menni, mert például a kajás első randitól nekem szó szerint rémálmaim vannak, tehát enni más előtt ez egy annyira, tehát egy olyan ember előtt enni, akit még annyira nem ismersz, azt szerintem nagyon kellemetlen, mármint így, hogy ketten, én azt nem fogom a srácot levideózni, tehát ennek nem az a lényege, hogy így leleplezzünk itt embereket, hanem az, hogy egy átlagos képet lehessen kapni, hogy nagyjából milyen az élet a Tinderen. Update! Válaszolt, és 2 centivel alacsonyabb nálam. Ami lehet, hogy nem a világ vége.
lehet, hogy nem a világ vége. Nem kéne, hogy ez legyen, ez a hülye társadalmi nyomás annyira idegesítő, mert ki nem szarja le amúgy, de mindegy, oké, okay, never mind. A lényeg az, hogy ezzel most ülteszem magam, és elmegyek, de most már egy kicsit elment a kedvem. Kitaláltam a szettet, elég basic. Sima farmer boyfriend gatya. Hozzá egy fekete ujjatlan garbó. Sima ezüst karikák. Fekete öftasi. És egy bőrcseki. Akkor én most mentem. Megsülök. Hazaértem, mennyi az idő? 4:01 lesz, és hazaértem, és doppergés, egy nagyon-nagyon pozitív élmény volt. Az az igazság, hogy azért nyilván egy randi előtt az ember izgul, tehát, hogy mégiscsak, hogy most ki lesz, hogy lesz, mi lesz. Amint találkoztunk, elmúlt minden izgalmam, és annyira könnyedén ment az egész. Egy tök normális srác volt, nagyon mosolygós, nagyon nevetős, nagyon kedves. Hát igen, magasságügyi problémák voltak. Ez az a helyzet, ahol ha társadalmi nyomás, ha csak az én hülyességem, ha a félelem, hogy mit gondolnak mások, ha az, hogy nem érezném magam eléggé nőnek, stb. Nem tudom, hogy melyik érv a legerősebb, de tudom, hogy én így egy kapcsolatot például nagyon-nagyon nehezen tudnék elképzelni, tehát ilyen halálosan szerelmesnek kéne lennem az illetőbe szerintem. Viszont nagyon cuki volt, elmesélte az egész sztorit, hogy Ugandából hogy került Magyarországra. Nyilván most nem fogom az ő saját történetét elmesélni. De cuki volt, de nem éreztem azt a hú de nagy ilyen vonzalmat, nem éreztem azt, hogy szerintem tök jól nézett ki egyébként, főleg ülve, amikor ez a magasság, ugye ez nem volt probléma, akkor nekem amúgy tetszik, és tök jól néz ki, meg tök aranyos, tök könnyen el lehetett vele beszélgetni, de nem volt az a hú de óriási vonzalom, hogy most ne bírjam ki, hogy ne találkozzak vele újra, stb. De beszéltük, hogy mondta, hogy tök szívesen elmenne velem bulizni, mondtam, hogy jó, de azért én így annak jobban örülnék, ha mondjuk a barátaimmal elmenjük bulizni, és jön ő is, mert tényleg nagyon fun és jó a társasága. Aztán meglátjuk, hogy íre vagy nem, ha nem, akkor sincs semmi. Ő nem ivott alkoholt, ő mondta, hogy ő végül csak kólát kér, én ittam egy fröccsöt, felajánlotta, hogy fizet, én mondtam, hogy jaj, nem kell, aztán mondta, hogy jó, szóval nem, így nem harcolt utána ezért a lehetőségért. Az is szuper volt, hogy angolul tudtam beszélni, én imádok angolul beszélni, erről már annyit papoltam. Holnap megyünk a következő randiba. Ezt mire vállalkoztam? De tulajdonképpen mi is az a Tinder? A Tinder az egy okostelefonra kifejlesztett társkereső applikáció, ami 2012 óta boldogítja a mindennapjainkat. A lényege tulajdonképpen az, hogy a hely meghatározás bekapcsolásával tudja beazonosítani és kitenni, hogy mi merre vagyunk, és a körülöttünk lévő emberekkel ad meccselési lehetőséget. Miután letölti az illető és megosztja magáról a kellő információkat, már láthatjuk is rögtön az embereket, és egy balrahúzással visszautasítjuk őket. Egy jobbra húzással pedig azt fejezzük ki, hogy szívesen párba állunk velük, és ha az össze is jön, el is kezdhetünk beszélgetni, és egy potenciális randi partnerünk is lehet az illető. Ami engem nagyon foglalkoztatott, hogy miért pont a Tinder? A mi generációnknál miért nem azt a kérdést tesszük fel, hogy fent vagy egy társkereső? Miért pedig azt, hogy le van neked töltve a Tinder? A Tinder népszerűsége az egyszerűségében rejlik. Pár perces beállítás után dobálja is nekünk az embereket, egy átlagember töredék másodpercek alatt dönti el, hogy azt az illetőt jobb vagy balra húznám, nem kell itt belemenni mélységekbe, tulajdonképpen külső alapján döntünk. Aminek viszont a veszélye az, hogy egy nagyon felületes értékrendet tud kialakítani az emberekben, egy csomó potenciális partnerről lemondunk emiatt, akiben az is lehet, hogy beleszeretnénk, az is lehet, hogy sokkal jobb apja lenne a jövendőbeli álmaink gyerekeinek. De mindezek ellenére számomra a Tinder egy nagyon érdekes jelenség, és ezért is életcélom, hogy jobban belássam magam, és kíváncsi vagyok, hogy mi zajlik ott tulajdonképpen. Jó estét kívánok! A vacsorámmal jelentkezem, mivel csekély időm van, nagyjából egy átöltözés és egy vacsi, de annyi se, mert még ezt is fel kell vennem. Eljött a mai randi ideje. Ő egy olyan srác, akivel már jó régóta cseterek Tinderen, és már kétszer is lebeszéltünk egy randit, de soha nem jött össze. És róla azt kell tudni, hogy basszusgitáros, nagyjából eddig érő haja van, és az ő randi ötlete a Gellért-hegy volt, hogy egy üveg borral kiránduljunk fel a Gellért-hegyre. Ami aranyos, de azt a később a beszélgetésből kiderült, hogy a Gellért-hegy környékén lakik,
Ami nyilván lehet red flag, hogy ez azt jelenti, hogy csak fel akar vinni magához. Ez most lehet, hogy egy kicsit túl őszinte ebben a videóban, de attól függetlenül nyilván van szabad akaratod, tehát attól, hogy ő akar valamit, az nem azt jelenti, hogy az úgy is lesz. Úgy érzem, hogy mindenkinél egy jelenségről tudunk beszélni így a Tinder kapcsán. Nála az a helyzet, hogy 4 fotója van, egyetlen egy képen látszik jól az arca, oldalról. Azon a képen baromi jól néz ki, csak az a helyzet, hogy mindenkiről lehet egyetlen egy rohadt jó képet készíteni. Nyilván én nézem az illetőnek a fotóit, bennem ki fog alakulni egy kép róla, hogy ó, vajon, hogy nézhet ki, kb. Így nézhet ki, az én percepcióm róla az ez. Viszont ha az ez egyetlen egy darab kép, ahol csak oldalról látszik, és az egy rohadt jó kép, akkor kialakítok a fejemben egy olyan ideát, hogy ú, hát ő rohadt jól néz ki. De mivel ez a kép a fejemben egy darab fotó alapján született meg, ezért szinte biztos, hogy máshogy fog kinézni, mint ahogy én azt képzeltem. És nagyobb az esély arra, hogy csalódni fogok, mint az, hogy nem fogok csalódni. És ez egyébként mindig ez van, ha az embernek sok képe van akkor is, hogy az illető kialakít egy képet, hogy vajon én hogy nézhetek ki. Nem 100%-ban úgy fog kinézni, ahogy ő ezt elképzelte. Itt vagy az van, hogy csalódik valaki, vagy azt mondja, hogy oké, nem úgy néz ki, de így is tetszik. Nekem nem véletlenül van 6-7 képem. Mindegyiken éppen máshogy van a hajam, máshogy vagyok felöltözve, más pózban vagyok, közeli kép, távoli kép. És az emberek nagyjából kapjanak egy képet arról, hogy én hogy nézhetek ki. Ha valakinek csak egyetlen egy van, akkor az tud gyanús lenni. El tud gondolkozni, hogy amit meg lehet tudni, bőven 190 felett van, szóval a tegnapi problémakör az most hála a jó égnek nincs. A szettem már, amivel hideg van, ezért ez a fekete garbó ugyanaz a boyfriend gatya, mint tegnap. Ez a narancsárga pulcsi, és szerintem tök jól néz ki, hogy így ki fog lógni a feketeség a nyakánál. Ezt a pulcsit egyébként a húgom csinálta, és tőle vettem. Bárki rosszra gondolna, csak nagyon fáradt voltam már tegnap este, ezért nem vettem fel a véleményemet. Szóval azon a ponton vagyok, hogy megvártam a videó elkészítését, és tudtam, hogy ez a pont el fog jönni, de ez már a második randinál, tehát hogy megérkeztem, aranyosan kinéző srác, nem pont úgy, mint azon az egy darab képen, vagy nem pont úgy, mint ahogy elképzeltem, de egyébként tetszett, felültünk a hegyre, és amúgy beszélgetünk, tök jól elbeszélgettünk, csak az a típus, aki így többet beszél magáról, mint amennyit kérdez másról, és engem őszintén érdekelnek más emberek, szóval én amikor valakit így faggatok és kérdezgetek tőle, akkor engem őszintén érdekel a válasz és hogy mit mond, csak ilyenkor jól esik, hogyha a másik ember az a típus, aki kb. Ugyanolyan arányban visszakérdez, de azért nyilván többször volt az, hogy ő mesélt, én kérdeztem, ő beszélt, és ilyenkor tudom, hogy ezek az illetők ezt nem direkt csinálják, csak hogy ilyenkor egy kicsit rosszul tud esni azért, hogy oké, akkor te most engem leszarsz, vagy nekem agresszívabban kéne harcolnom azért, hogy magamról beszéljek. Nyilván nem azt mondom, hogy nem kérdezett egyáltalán azért, de hogyha most megnézzük a randi nagy részét, akkor szerintem azért egy 70%-ban ő beszélt 30-ban ért. Ezen a ponton én úgy vettem, hogy jó, oké, ez egy tök jó randi volt, szuper, mehetünk is tovább, mert én nagyon elkezdtem már fázni, és éreztem azt, hogy jó, oké, hát akkor így mehetnénk, és így próbáltam már így kimenekülni a randiból. Aztán odaadta nekem a Jackie-t, az aranyos volt, aztán mondtam, hogy na, én megint nagyon fázom. És akkor mondta, hogy jó, akkor üljünk át ide, mert ott kicsit kevésbé szeles, de ott is egy idő után nagyon fáztam. Ott is beszélgettünk egy ideig, mondta, akkor üljünk át oda, átültünk a harmadik helyre, ahol meg elkezdett eléggé nyomulni, mert mondta, hogy ő nagyon szeretne második randit, attól, hogy bújjak hozzá, annyira fázom, mondtam, hogy bocs, de nekem ez lehet, hogy ennyi ismeretség, ez kicsit kevés ahhoz, hogy valakihez hozzábújjak. És akkor mondta, hogy neki amúgy imponáló ez a régi módi hozzáállás, és igazából én egyáltalán nem vagyok régi módi, tehát kb. Azt hiszi, hogy nekem most ilyen elveim vannak, hogy első randi még hozzá se érünk, nem, igazából csak nem éreztem annyira, hogy nekem erre most igényem lenne. Mondta, hogy jó illatom van, meg csinos vagyok. Szóval nagyon aranyos volt, és nekem közben égett a pofám, hogy bár én tényleg őszintén mindegyik randira, ami ebben a sorozatban lesz, mindegyik randira őszintén szívesen megyek, és mindegyik randit tényleg kinéztem, hogy nekem ő valamilyen szempontból tetszik, de attól még azért mégiscsak egy videót csinálok belőle.
Nagyon érdekes dolgok történtek. A mai sráchoz is már volt egy fejemben megírt monológ, amit el szerettem volna mondani, és tökre passzolt volna ebbe a videóba. Elmesélem most, mi történt, és egy rögtönzött monológ jön erről. A mai nap az történt, hogy egy olyan sráccal találkoztam volna, akivel a legrégebb óta beszélek. Ennek a mai randinak lett volna a legnagyobb jelentősége, és ő miatta is izgultam, féltem a legjobban. Viszont arra keltem, hogy lemondott, tök szomorú voltam, úgy voltam vele, mert benne vagyok a flowban, nem hiszem el, nem maradhat ki nap, go, csinálni kell. Viszont egyetlen egy olyan srác se volt, aki már elhívott találkozni, tehát volt pár, akivel beszéltem, de egy olyan se, akivel már eljutottunk erre a szintre. És úgy voltam vele, hogy basszus, ki mondja meg amúgy, hogy nekem kell azt megvárnom, hogy a férfi hívjon el? Senki. Miért ne tudnám én elhívni az illetőt, és ez nekem nagyon-nagyon nehéz, mert én rettegek a visszautasítástól, rettegek attól, hogy nem vagyok elég jó ennek az embernek, meg annak az embernek, még akkor is, ha nem is ismerem, és a véleménye rohadtul nem számít nekem, de mégis félek. És volt egy srác, még tegnap, akivel meccseltünk, és úgy megtetszett, és ő voltam egy ráírok, mert miért ne? Nem szoktam soha ráírni emberekre, mered, soha. De úgy voltam vele, hogy ráírtam, elkezdtünk beszélgetni, úgy tűnt, hogy nyitott is a beszélgetésre, és szerintem olyan bő 24 órája beszéltünk, én lelettem mondva, itt ültem otthon, hogy nekem mára is kéne egy randi, és írtam neki, hogy majd találkozó, este fele ráírek. Néztem, hogy lehet, hogy csak én érzem ezt egy ennyire feminista megmozdulásnak, és mindenki így otthon ül, hogy Dóri, ez teljesen tipikus dolog, hogy lányok elhívnak fiúkat randizni, tehát, hogy nem 50 évvel ezelőtt vagyunk, és lehet, hogy igazatok van, de nekem ez egy óriási dolog, mert én ettől rettegek, és ezért is örülök egyébként, hogy csinálom ezt a videót, mert kihoz a komfortzónámból. Elhívtam egy srácot randizni, és akkor most írjuk le, hogy ő hogy néz ki. Három képe van csak magáról, de azokon viszonylag jól látszódik. Nekem magasnak tűnik a képek alapján, de nem biztos. Stílusban eddig ő áll hozzám a legközelebb. Filmes, fotós vonalon dolgozik, ami számomra elég nagy pozitívum, és tök jó képei is vannak. Életkora viszont neki eddig a legmagasabb, tehát ő jócskán közelebb van a 30-hoz, mint a 25-höz, sőt. Úristen, mit bőveltem? Az van, hogy most megyek, és kezdem megbánni ezt a döntésem. Lehet, hogy nem kéne, nem szabad ennyire. Lehet, hogy maradnom kéne a konyhában, és olyan nőnek lennem, aki nem kezdeményez, várja, hogy neki udvaroljanak, mert ez a srác elég flegma. És erre vártam, mert az előző két fiú az ilyen elképesztően kedves és aranyos volt, és ez egy Tinder randis videó, tehát elkerülhetetlen, hogy jöjjön egy ilyen mindent leszarós flegma állat. Kicsit megbántam, mert nem akarom. Úristen, nem tudom, hogy erre készen állok-e. Na jó reggelt kívánok! Megint csak úgy döntöttem, hogy reggel számolok be nektek a randiról, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon király volt. Rohadtul megéri kezdeményezni, mert olyan dolgok történnek veled, amik amúgy soha, hogyha az ember csak ölvetett kézzel vár. Olyan volt a személyisége, akinek már minden mindegy, aki már mindent leszar, aki már nem fél bunkó lenni, nem fél flagma lenni, mert úgy az életet már így, mintha kicsit elengedte volna, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak. Leültünk egy-egy sörre, egy forgatási nap után volt, és másnap is korán kelt, és ment tovább. De mondta, hogy így az, hogy ennyire spontán ráírtam, hogy találkozzunk, mondta, hogy hát jó, forgatás után úgyis szeret egy kicsit kiszakadni, miért ne. De hogy mondta, hogy így egy óra után rohadt fáradt lesz, és ezért leültünk egy-egy sörrel. Azt elkezdtük iszogatni, és beszélgettünk, és az a tipikus olyan ember, aki nem fél beszólni neked, nem fél valami bunkót mondani, de közben ez annyira viccesen adja elő, hogy így imádott hallgatni. Mondta, hogy hát megnézem egy videót rólad, és olyan idegesítő a hangod, hogy én így mondtam magam, hogy ezzel az idegesítő hangú csajjal én nem fogok találkozni. És érzem, hogy oké. De aztán mondta, hogy úgy volt róla, hogy na jó, mégis, és hogy élőben sokkal tolerálhatóbb a hangom, mondtam, hogy köszönöm szépen. És így ahogy telt el a randi, megittuk az egy sört, és mondta, hogy amúgy veszünk még egy sört. És néztem, hogy
Ilyen embernél úgy érzem, hogy tényleg nagyon így ki kell érdemelni a tiszteletüket, és azt, hogy örömet lejjenek abban, hogy veled most találkozhattak, mert szerintem úgy eltesz hozzá, hogy oké, jó, essünk túl rajta, gyorsan iszunk egy sört. És az, hogy érezte magát annyira jól, hogy szívesen megívott velem még egy sört, az nekem egy óriási bók volt, és utána egy közben is mondta, hogy amúgy örülök, hogy összejött ez a találkozó. Örülök, hogy összejött. És mondtam, hogy én is. Nem tudom, hogy ez mit árul el rólam így pszichológiailag, hogy inkább azt szeretem, hogy valakinek meg kell küzdeni a szeretetért, de ebbe bele sem menjünk. És az volt érdekesebb a randiban, hogy nem is olyan érzés volt, mintha egy randin lettem volna. Csak azt éreztem, hogy nagyon jól érzem magam a társaságában, nagyon vicces, nagyon szórakoztató. Ez a tipikus, amikor így ő maga a vicces, meg ahogy előadja a sztoriait. Tehát ez olyan, hogyha fogom valaha látni még életemben, akár baráti szinten, akár randi szinten, akkor örülök, ha meg nem, akkor meg ez egy tök szép kerek történet volt, mert egy tök szép kerek este volt, mert végül ilyen hajnali kettőig maradtunk. Nem történt semmi más, tényleg csak beszélgettünk sokat. Nekem az ő életstílusa sokkal szimpatikusabb. Egy kicsit egy ilyen meg nem értett, küszködő filmiparban dolgozó ember, aki nagyon szeretne alkotni, és vannak céljai, vannak tervei, és próbálja megvalósítani őket. Ez nekem valahogy sokkal szimpatikusabb, mint mondjuk egy újabb egyetemista, aki a karibulikról beszél meg, hogy baszott be, meg mit tudom én. Nekem ő egy sokkal érdekesebb beszélgető partner volt. Egyébként itt megosztanék veletek egy-két tanácsot, amik szerintem legalábbis számomra egyértelműek, de lehet, hogy nem mindenki számára. Nem szeretnék én felelős lenni annak, hogy elmenjetek egy sötét sikátorba egy olyan emberrel, akivel még soha nem találkoztatok. Ha kiskorú vagy, akkor azért szülőkkel megbeszélni. Kötelezően ajánlott elmondani neki, hogy hova mész, kivel, ők is tudjanak róla. Ha nem vagy kiskorú, azért akkor is érdemes legalább egy barátnak elmondani, hogy itt leszek ekkor és ekkor ezzel az emberrel, akár meg is lehet beszélni egy titkos kódexet, hogyha azt leírod neki, vagy küldesz neki egy ilyen emojit, akkor hívjon fel és le tudj lépni onnan. Nyilvános helyre menjetek első alkalommal, ne sötét sikátorba, ne az illető lakására, ne az autójába. A mai jelöltünk egy srác, aki engem szimplán megfogott. Megmutattam pár barátomnak, ők azt mondták, hogy nekik annyira nem jön be, de valamiért engem nagyon megfogott, és amint meccseltünk, reménykedtem, hogy rám írjon, amint rám írt, reménykedtem, hogy nem hal be a beszélgetés, és pár napot beszéltünk, megbeszéltünk egy talit, teljesen normális, tehát valaki így üdítően normális. Egyáltalán nem flirty, egyáltalán nem uncsi, ő is érdeklődik, ő is mesél, szimpatikus a munkája, mint a beszélgetésből kiderült, extrémen magas, tehát azért nem akarom elmondani, hogy a lehető legjobban védjem ezeknek az embereknek a személyazonosságát, de az a lényeg, hogy egy brutál magas valakiről van szó, több mint 2 méter, ami nyilván imponáló, mivel én szeretem, hogyha a fiú magasabb, mint a lány, és hogyha sokkal magasabb, akkor az végképp, és ez egy magas lánynak elég ritkán adatik meg. Megint csak a Szent Gellért térre megyünk, azt nem tudom, hogy fel fogunk-e kirándulni a hegyre, vagy ott maradunk lent. Itt most semmilyen nagyon izgi dolgot nem tudok mondani. Egy átlagos, nagyon szimpatikus srác, akivel tök szívesen találkozom. Mégis sikerült egy tanulságot levonnom a tegnapi randiból, vagyis ezt nem zártam ki tegnap, hogy majd egy tanulságot le tudok mondni. Elmondom a helyzetet, úgy voltam vele, hogy annyira nem érzem azt, hogy én most így vonzódnék hozzá, de aranyos, érdekes, nagyon művészlélek. Beszélgettünk nagyjából egy 3 órát, közben ittunk nagyjából 2-2 fröccsöt és sört. 10:45-kor, amikor éppen egy témának a végére értünk, akkor így ennyit mondott, hogy na, megyünk lassan? Én ezen a ponton lesokkolódtam egy másodpercre, mert annyira hozzá voltam szokva ahhoz, hogy a fiúk addig maradnak ezeken a randikon, ameddig csak lehet, és már én nekem kell mondanom, hogy fázom, mennék, mit tudom én, és az utolsó utáni másodpercekig is kihúzzák a randit. Viszont itt a srác mondta azt, hogy ne megyünk lassan, és nem bújtotta az egészet egy kifogásba, hogy megy az utolsó éjszakai buszon, megyünk lassan, vagy fáradt vagyok, megyünk lassan, sokat dolgoztam, ha megyünk lassan. Nem, határozottan a randi végére írtam, megyünk lassan. És megmondom őszintén, hogy ez tényleg pár másodpercig sokként hatott rám. Viszont utána mondtam neki, hogy persze, oké, még elmegyek mosdóba, aztán menjünk. Elkísért a villamos megálló, még jött a villamoson, puszi-puszi, és elváltunk. És ez azért nagyon-nagyon jó, hogy ez megtörtént, mert nekem a Tinder randikkal kapcsolatban a legeslegeslegnagyobb félelmem az volt,
hogy oda megyek, és nem fogok tetszeni a srácnak, és ő ezt mutatni is fogja, és végig szenvedi velem a randit, és közben látni fogom rajta, hogy rohadtul nem tetszem neki, és ez az önbizalmamnak egy óriási pofon lesz, és emiatt utána napokig, hetekig így összeguborodva egy szobasarkában szeretnék lenni, hogy engem senki nem talál vonzónak, engem senki nem talál szerethetőnek, érdekesnek, stb. Tehát ez volt a legnagyobb félelmem. És most tulajdonképpen ez megtörtént. Ezzel a kérdésével szerintem mind a kettőnk számára nyilvánvalóan kijelentette, hogy jót beszélgettem veled, de hogy ez ennyi. Már kora délután van másnap, nem beszéltünk azóta egyáltalán, szerintem nem is fogunk. Az, hogy ezzel a sráccal nem beszélek többet, az nyilván egyáltalán nem zavar. Attól féltem nagyon, hogy ez az egómat fogja brutálisan sérteni, és az önbizalmamat, mert nem áll mindig a legbiztosabb lábakon ez az önbizalom, tehát ezt mondjuk így. És egyáltalán nem zavar. És ez annyira jó, és annyira örülök, hogy megtörtént. Ez szerintem egy kicsit olyan, mint amikor valaki retteg a méh meg darázs csípéstől, és miután megcsipi egy darázs, vagy méh látja, hogy ez semmi, ez egyáltalán nem olyan durva. Én pont így érzem magam, elmentem egy randira, nem volt meg a vonzalom, nem tetszettem annyira a srácnak, lehet, hogy külsőleg, lehet a személyiségem, nem voltam elég alter művész lélek számára. Bármelyik ok legyen, tök mindegy, hogy ezek közül melyik, az a lényeg, hogy az önértékelésemet nem erre fogom helyezni, hogy egy random srác, akit most ismertem meg, mit gondol rólam. Én nagyon boldog vagyok, hogy ezt így tudom kezelni, hogy oké, nem passzoltunk össze, oké, ezt a tudtomra adta nagyjából, és semmi, megy tovább az élet. Szóval összefoglalva, ez számomra az egyik legtanulságosabb randi volt, és ezek után szerintem ettől nem fogok félni, mert látom, hogy ebben tényleg nincs semmi. Már csak egy. El sem hiszem. Ki gondolta volna, hogy ez a nap is el fog jönni, az utolsó randimat fogom megkezdeni. Fél órán belül ott kéne lennem, és még csak most sminkelek, tehát gondoltam, hogy rakjuk össze a kettőt. Utolsó srácunk egy külföldi illető, nem beszéltünk, megmondom őszintén sokat, és ő az első az öt srácból, aki flirty. Eddig nem tudom, hogy így fogtam ki, de mindegyik srác, akivel elmentem randizni, abszolút nem flörtölt cseten, hanem úgy mesélt magáról, kérdezett rólam, stb. Ő egy flörtölősebb srác, de nagyon örülök, hogy egy ilyet is sikerült becserkészni így Tinderem. És tulajdonképpen nagyon határozott volt, mondta, hogy ekkor és ekkor találkozzunk. Itt tudtam, hogy jó, szeretem, hogyha nem kell így agyalni. Mika Tivadar nevű kocsmába menjünk el, ami tök jó, hangulatos hely, szívesen megyek oda. És az a helyzet, hogy az, hogy milyen nemzetiségű a srác, azt nem tudtam. Én azt hittem, hogy viszonylag tájékozott vagyok külföldi nevekkel, de ez a név abszolút nem volt ismerő, szóval kíváncsi vagyok, hogy mi lesz. Képei alapján korrekt, 27 éves. Ha tudod, hogy ez az utolsó randi, emlékszem, amikor a második randira sétáltam, annyira messzinek tűnt még a vége. És most az ötödikre megyek, el sem hiszem. Végeztem. Nagyon jó volt. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez volt a legjobb randim szerintem az öt közül, tehát egy nagyon pozitív zárással végződött. Ez volt az érdekes, hogy első körre odaállt a pulthoz, kért magának, és aztán jöttem én, tehát nem ajánlotta fel egyáltalán, hogy fizessen. Utána én kértem egy tubiszódát, és leültünk, és azt megittuk, és utána mondta, hogy na hozok még egy kört, és így nem is hagyta, hogy így lemenjen ez a Herce utca, hogy jaj, nem kell, de felállt és hozott mind a kettőnknek egy-egy italt. Azért vicces szerintem, mert olyan, mintha az elején megnézte volna, hogy egyáltalán ő egy olyan ember, akibe érdemes pénzt fektetni, vagy nem. Tehát az elején eszébe se jutott meghívni, nem is volt semmilyen olyan szituáció, hogy ő ezt felajánlotta volna, pedig megtehette volna. És aztán úgy érzem, hogy átmentem a teszten, akkor már egy órát beszélgettünk. Átmentem a teszten, voltam neki elég szimpatikus, és úgy döntött, hogy jó, belém megéri pénzt fektetni, és a következő két körre már meghívott. Szóval ez elég vicces egyébként, úgy tűnik, hogy van ilyen is, hogy valakiben megvan ez a gáláns gesztus, de azt szerint, ki kell érdemelni. A fizetésről annyit, hogy engem rohadtul nem érdekel. Nyilván az embernek jól esik, mert miért ne esne jól, maga a gesztus, hogy fontos vagy neki annyira, hogy meghívjon. Jaj, közben fókuszcsoportot nézek. Viszont maga ez a meghívás kultusz, ez szerintem nagyon abszurd. Én egy kereső felnőtt nő vagyok, szeretek magamnak fizetni, nem szeretem azt a kellemetlenséget, ha mondjuk egy étteremben vagyunk, és ezért úgy nyomást érzek magamon, hogy nem választhatom azt, amit igazán szeretnék, hanem valami olcsót kell választanom, mert valaki meghív, mert nem akarom kellemetlen helyzetbe hozni. Tehát szerintem ezzel az egész meghívós dologgal több kellemetlenség van, mint ahány jó dolog. És abszurd a tény, hogy csak azért elvárt, hogy a másik fél fizessen,
mert ő a férfi, én meg a nő. De most hazudnék, azt mondom, hogy nem esett jól, amikor meghívott nyilván, de én nem várom el, tehát nekem ez nem egy ilyen nagyon-nagyon komoly szempont egy randinál, hogy most meghívva vagy nem. Még hány mentő autó tud elmenni, ezt egyszerűen nem hiszem el. Utána bezártak a kocsmák, és még jól éreztük magunkat együtt, ezért bementünk egy boltba, ott is vettünk még így egy-egy sört, azt is fizette, nagyon kis cuki, meg mondta, hogy az első szava magyarul. Ja, amúgy ez egy török srác, igen, ezt lehet, hogy nem mondtam, egy török srác volt, és mondta, hogy az első magyar szava az volt, hogy meglepetés tojást vehessen. És így kérdeztem tőle, hogy így 27 éves vagy, miért vettél meglepetés tojást? És mondta, hogy hát, hogy amikor gyerekeknek kellett, és akkor tudtam mindig mondani, hogy meglepetés tojás. És mondtam neki, hogy amúgy mi nem úgy hívjuk, hogy meglepetés tojás, hanem úgy, hogy kinder tojás. Kérdezte, hogy mikor ettem ilyet utoljára, mondtam, hogy hát kb. Szerintem 10 éve, és mondta, hogy na hát akkor ezen most változtatnom kell, és vett nekem egy kinder tojást, és így mondta az eladónak, mert pont ott a pultban voltak a csokik, mondta az eladónak, hogy egy meglepetés tojást kérne, és az eladó nem értette, és nekem el kellett mondanom az eladónak, hogy kinder tojást. Tojásra gondol, szóval nem vált be ez a teória, hogy a meglepetés tojásnak bármi értelme lenne. Szóval igen, ez nagyon aranyos volt, vett nekem egy kinder tojást, azt együtt kinyitottuk, összeépítkedtem a játékot, az cuki volt, meg szerepelt régen egy ilyen trashy barátok közszerű török sorozatban, csak ugye az ilyen törökös stílusban lett megcsinálva, tehát ilyen nagyon drámai zenével, akkor azon röhögtünk egy csomót. Szóval ez egy sikeres, nagyon szuper randi volt, nagyon szimpatikus volt a srác, intelligens volt a saját egzisztenciája, humora, kedves volt. A lényeg az, hogy kész vagyok azzal a videóval! Mi a franc? És kell nekem egy kis szünet. kell egy pár hét szünet, ahol nem bírnék Tinder randira nézni se, kivéve valamelyikkel egy következő, na mindegy, erről majd lesz szó. Na most térjünk át az összegzésbe. Megérkeztek az eredmények, úgy gondoltam, hogy egy rövid kis statisztikán belül összesítem az élményeimet, hogy mennyire éri meg a Tinderen randizni, ismerkedni, milyen tapasztalataim voltak, milyen fiúk vannak ott. Először is a randizós hetemen 2 óra 33 percet töltöttem a Tinderen, ami egy napi átlag 21 perc volt, ami nem is hangzik egyébként egyáltalán soknak, én többre számítottam, de volt olyan nap, ahol bő 1 órát töltöttem az alkalmazáson, és azt azért ne felejtsük el, hogy ennek előzményei is voltak, tehát már nyilván előző 1-2 hétben elkezdtem emberekkel ismerkedni, mielőtt ideig eljutottam. Szóval ez is egy kicsit csalóka, de a lényeg az, hogy azért el lehet tölteni időt a görgetéssel. Mint ahogy azt tudjátok, 5 randin voltam, és most összesítem különböző kategóriáknál, hogy az 5 randi az hogy oszlott meg. Az 5 randi partneremből 3 nézett ki valóban úgy, mint a képein. Az 5 srácból másfél ajánlotta fel, hogy fizet. Az utolsó srác miatt lett a fél erre. Én a szőrös szívem most egy felet adtam, egy egészet azért nem kap az, aki nem ajánlja fel rögtön. Ahogy említettem, ez számomra nem annyira fontos, de azért érdekes megfigyelni, hogy a 2020 Tinder világában a lányokat meghívni már annyira nem szokás. 5-ből 4 srác beszélt többet magáról, mint amennyit kérdezett. Ami egy kicsit szomorú, tehát engem nyilván érdekelnek más embereknek a történetei, én ezt imádom, de azért néha jól esik, hogyha érdeklődnek felőled, nem azt mondom, hogy egyáltalán nem érdeklődtek, de többet beszéltek azért magukról. És nem tudom, hogy ez a fiúkra jellemző inkább, mert most már kezdem azt hinni, vagy pedig úgy unblock az emberekre, hogy minden ember önző, és minden ember csak magáról szeret beszélni. 5-ből 4 sráccal van lehetőségem újra találkozni. Itt úgy is lehet fogalmazni, hogy a Tinderen lévő srácok kétségbe esettek, de mondhatjuk azt is, hogy vagyok olyan jófej, szimpatikus, aranyos és egyéb jelzők, hogy ezek a fiúk el akarjanak velem jönni egy másik randira. Mindenki döntse el, hogy mit hisz, és az 5-ből 2-vel van valóban kedvem elmenni egy következő talira. Sőt, az is lehet, hogy mire ez a videó kikerül, már el is mentem. Szintén 5-ből 2 srác rám is nyomult az első randin, tehát megkísérelte, hogy a randin valami fizikai kontaktus is legyen. Ebből az 5 srácból hányan tudnék elképzelni egy komoly, tartós párkapcsolatot? Sajnos ez nem feltétlenül a fiúk hibája, ez az én hozzáállásom hibája is, de nyilván, ha valakiben most halálosan bele szeretnék, akkor ezeket az érveimet félredobnám, de ebből az 5 fiúból ez nem történt meg. Még egy pár gondolat az élményről, rengeteg előnye van. A legesleges legnagyobb számomra, hogy baromira kiléptem a komfortzónámból. Tehát én őszintén rettegtem a Tinder randiktól, főleg amiatt, mert attól féltem, hogy nem fognak elég vonzónak és szépnek találni, és akkor az önbizalmamat hazavágja teljesen. Viszont
Ilyen egyáltalán nem történt, még az a srác is, aki egyáltalán nem mutatott érdeklődést, ott is szerintem tök kulturáltan váltunk el, semmilyen negatív élményem nem volt ezzel kapcsolatban, és most már nagyon magabiztosan el tudok menni bármilyen Tinder randira, és ebből nem lesz probléma. 5. Teljesen különböző, teljesen más életet élő, teljesen más élettörténettel rendelkező emberrel tudtam beszélni és meghallgatni őket, és baromi érdekes sztorikat hallottam. És úgy érzem, hogy több lettem ezektől a történetektől, amiket hallottam, tehát ezért is érdemes elmenni randikra, mert egy kicsit az embernek kitágul a világ, és olyan emberekkel beszélget, akikkel alapjáraton lehet, hogy nem ülne le beszélgetni. A hátrány az akkor hátrány, hogyha valaki tényleg kapcsolatot keres, az pedig az, hogy nagyon sok időt vesz igénybe a Tinder. A leghosszabb idő az volt, hogy ezt az 5 randit összehozzuk, mivel úgy működik a Tinder, hogy elkezdünk beszélgetni, és valamelyikünk általában elveszíti az érdeklődését egy idő után, mivel annyi ember jön nap, mint nap, hogy nyilván egy átlagember szerintem maximum 3-4 emberrel tud egyszerre csetelni, és ha te kiesel abból az ő kedvenc 3-4-éből, akkor nem fog többet válaszolni. Viszont nekem is kiesnek emberek állandóan a kedvenc 3-4-emből. Szóval akkor én össze a randi, hogyha egy csoda folytán mind a ketten megmaradtuk egymást kedvenc top 3-4-ében, lebeszélétek a randit, elmentek, még onnan se jelent ez egyáltalán semmit, tehát első randiból még bármi lehet, sőt még több randiból sem biztos, hogy összejön egy kapcsolat. Tehát szerintem, hogy tényleg kapcsolatot találni, az több hetek, hónapok, évek munkája is lehet, attól függ, hogy kinek mekkora szerencséje van, hiszen a szerencse is egy óriási faktor ebben. És hát ennyi is lett volna ez a videó, én elképesztően élveztem ezt a kísérletet, hát hogyha bármi ehhez hasonló ötletetek van, amit ki kéne próbálnom, kipróbálhatnék, lehetne belőle ugyanúgy egy ilyen kísérletet, social experimentet csinálni, akkor azt írjátok meg, nagyon megköszönöm, és köszönöm szépen, hogy itt voltatok, iratkozzatok fel, amíg nem tettétek volna meg. A mai napi emberkém egy Blanka nevű ember, köszi szépen a támogatást, csekkold le az Instámat, hogyha te is szeretnél egy ilyen kis bejelentést, és találkozunk.